Start! Start elindult a nap első futama, ez az 1000 jódi, még a start előtt hibázott Blazing Speed. Hát versenyben maradhat igaz nagyon messze, Calypso My Love viszont a startot követően vétel jó néhány lépést, úgyhogy Ritkul az egyébként sem túlságosan népes mezőny, a legjobban Bazsa Róza kezdett, Komáromi Krisztinával már 2-3 most az előnye, mögötte pedig érkeznek a favoritok, hát elsőben persze Bajlandot játszották, a fogadók ott van, ő kívül a harmadik helyen, előtte egyelőre Charlie's World, mögötte pedig a másik nagy ferenci domítás, Berna Quine. Hát nagyjából papíron is úgy festett előzetesen, hogy erről a négy lóról szólhat a verseny. Egy jó 20 méterrel leszakadva Camecito-nak van némi reménye arra, hogy esetleg még dobogóra érjen ebben a futamban. Bő egy kör van még hátra, Bazsa Róza mögébe helyezkedik Bajlandó, miközben Berna Quine nem elugorja magát, és ezzel kieshet a versenyből. Élen a vezető hármasunk, tehát Bazsa Róza tud vezetni, mögötte ott látható Bajlandó, aztán pedig Charlie's World, és tőlük egy olyan jó 15 méter távolságra Camecito, ő esetleg még szerencsés esetben odaérkezhet vélhetőleg a dobogóra is, a többieknek viszont már elszállt minden esélyük, most ugye diszkvalifikálják is Berna Quine Emmet, ami Calypso My Love-ot illeti, ő pedig nagyon-nagyon messze versenyez. Úgy látszik egyébként, hogy Bajlandó talán megindít egy támadást a vezető Bazsa Róza ellen, Charlie's World pedig egyre jobban leszakadni látszik, folyamatosan nő a hátránya a vezető kettőssel szemben. Megindult ebben a pillanatban Bajlandó, megtámadta az eddig élen ügető Bazsa Rózát, nagyon könnyen elsétál mellette, és akkor, amikor az utolsó kanyarra érnek, be is tud menni majd a falra. A harmadik pozícióban Charlie's World, aki közelít Bazsa Rózához. Nem tűnik túlságosan izgalmasnak, legalábbis abból a szempontból a verseny, hogy a top favorit Bajlandó nagyon könnyű elsőként fordul majd a finisse. Némi csata, talán majd az ezüstér alakulhat ki Bazsa Róza, valamint a szépen rázárkózó Charlie's World között. Nagyon-nagyon messzi negyedik egyelőre Camecito. Amikor a vezető favorit a befutóra fordul Bajlandó, akkor az előnye lassacskán 15-20 méteresre hízik. Bazsa Róza tud újítani, Charlie's World ugyanerre nem képes, úgyhogy szépen libasorban az első áron be fog kocogni a célba. Ezen a első futam az 1000 jó díj, Bajlandó pedig az utolsó métereken egyértelművé teszi az újabb győzelmét. Bajlandó a futam nyerője, mögötte Bazsa Róza lesz a második, harmadik Charlie's World, és akkor a negyedik helyet megszerezheti majd nagyon messze tőlük Camecito, hogyha versenyben marad, ötödik pedig Calypso My Love lehet.